Tehát a mai napon egy kultfúrásról való szerződés lett aláírva a vízmű és a belgrádi geoengineering által. Ugye ők fogják fúrni a kutat, városi költségvetésből két kútfúrására kaptunk pénzt. Az összértéke a két kútnak 40 millió dinár, és ebből az egyik kút Szabadkán lesz kifúrva, a meglévő ivóvízkezelő telepen, az egyes számú telepen. Ez ugye a legnagyobb telepünk, amiből a város nagy része kapja az ivóvizet. A másik pedig Csantavére lesz kifúrva, mivel ugye a kutaknak az élettartama nagyjából 30 év, és Csantavéren a 90-es évek elején lett az utolsó kút kifúrva, ezért végső idő volt, ugye úgy volt nekünk a dinamikánk is beállítva, hogy ott fúrjuk a második kutat. A munkálatok ideje a szerződés alapján 240 nap. Hát nem a szerződés aláírásától, hanem a munka elkezdésétől, ami a napokban meg fog történni, ahogy a zalansz, illetve a garancia megérkezik akkor. Ma itt a vízművekbe aláírásra került szerződés, amely két kút fúrásáról, illetve felszereléséről szól. Én nagyon örülök, hogy sikerült a költségvetésbe kiválasztani ezeket az eszközöket, ez összesen 40 millió dinár. El szeretném mondani azt is, hogy igaz, hogy a hangsúlyt arra kellene fordítanunk, amit a polgárok igényelnek, a vízvezeték hálózat bővítése, de nem tudjuk megengedni azt magunknak, hogy csak erre a dologra összpontosítsunk, csak vízvezeték hálózat bővítésére összpontosítsunk, muszáj azt is elvégezni, hogy megfelelő mennyiségű ivóvíz készletünk legyen a kutakban, illetve a vízgyárakban. Meg kell találni azt az egyensúlyt, ami a két feladatnak a teljesítését biztosítsa. El szeretném azt is mondani, hogy a város ebben az évben, illetve a jövő évben 40 milliót fordított erre a projektumra, de azt is el kell mondani, hogy a vízművek pedig törleszti továbbra is, mint ahogy az elmúlt időszakban az EBRD bank felé azt a hitelt, amiből a kettes számú vízjel épült ki, még szennyi csatorna. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy 2023-ban is és 2024-ben is gyakorlatilag még 200 millió dinárt kell, hogy törleszen a vízművek. Ez egy hatalmas feladat, és hogyha veszük azt, hogy ez 40 millió dináros szerződés, és 400 milliót kell törleszteni a következő két évben, akkor 10-szer ennyi kutat tudnánk, tehát 20 kutat tudnánk kifúrni, vagy pedig rengeteg vízvezetéket tudnánk kiépíteni. Én megköszönöm a vízműveknek, hogy teljesíti azt a feladatot egyrészt, amit a vállalt a hitel törlesztésében, illetve hogy gondot visel a vízvezetékrendszerről, illetve a vízminőségről is. Azt is elmondom számtalanszor, hogy Szabadka gyakorlatilag az egyedüli város az országban, ahol megvan oldva az ivóvízkezelés, és 100%-ban a város polgárai megfelelő minőségű ivóvizet fogyasztottak. Megvan oldva a szennyvíztisztítás is a városban. Itt is gyakorlatilag élen járunk a szennyvíztisztítás minőségében. Harmadik pedig megkapta, mint ahogy említettük pár nap ezelőtt az utolsó engedélycsomagot a regionális depónia, úgyhogy ott is élen járunk, hogy úgy mondjam, ami a környezetvédelmet, illetve a kommunális tevékenységet illeti az országban.